Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm Önöket a BMW csoport képviseletében. A BMW csoport éves szinten több száz gyermeket vonnak képzési, rendszereibe, képzési rendszereibe világszinten, és gyakorlatilag mindent megtesz azért, hogy meg is ismerje azt a célcsoportot, akik ezekben a szakképzési folyamatokban részt vesznek. Mint bizonyára tudják, a BMW nem olyan régen jelentette be a magyarországi beruházását, de már mi is megkezdtük a Debreceni Egységben azokat a folyamatokat, aminek a segítségével minél hamarabb szeretnénk majd a szakképzésből egy új szakember utánpótlást kapni. Ezért bennünket is érdeklődéssel töltött el az, amikor az égenerációs kutatás elkészült a vállalatcsoporton belül, és kicsit közelebb jutottunk azokhoz az ismeretekhez, amit erről a generációról tudni érdemes. Ugye a Z generáció egy olyan generáció, ami 95 és 2010 között született emberek halmaza, de hát már ezt megelőzően is voltak különféle generációk a piacon, így a baby boomerek, az X generáció, az Y generáció, sőt őket is követi már egy új generáció, az alfa, akikről még nem olyan nagyon sokat tudunk, hiszen ők még egészen picik, a legtöbben ugye óvodások közülük, illetve kisiskolások. A mi célcsoportunk a szakképzéseink vonatkozásában egyértelműen az Z-generáció, e hiszen az Y-generációnak a nagy része már a munkaerőpiacon van, az X pedig már lassan kifelé megy a munkaerőpiacról, a baby boomerek meg már szerencsés esetben mind nyugdíjasok. De azért láthatjuk azt ezen az oldalon is, hogy hányféle hatás éri a különféle generációban felnövő embereket, hogy egészen messzire menjek, mondjuk a holdra szállástól, mondjuk eljussunk odáig, hogy egy ilyen teljesen nemzetközi gondolkodás és a fenntarthatóság jusson el a mindennapok tudásába, vagy olyanok hassanak a generációra, mint például mondjuk az a járványügyi helyzet, amivel jelen pillanatban is küzdünk. A Kutatásunk kezdetén természetesen megvizsgáltuk azt az elméleti hátteret, ami már az égenerációval e kapcsolatosan rendelkezésünkre állt. És hát ezek a tanulmányok azt mutatták, hogy az égeneráció e alapvető igényei között fogalmazódik meg a biztonság, a rendszer vagy struktúra, a jólét, illetőleg igényei közé tartozik a kényelem, a méltányosság, a fenntarthatóság, a munka és magánélet egyensúlya. Az egyediség, illetőleg egy nagyon erős társkonformitás. A kutatásunkban 150 fő vett részt, ők 14 és 18 év közötti fiatalok voltak, akik változatos társadalmi háttérrel rendelkeztek, és leginkább ahhoz a belső közösséghez tartoztak, akik a BMW szakképzési rendszerében valamilyen módon részt vesznek. És három országban végeztük el ezt a kutatást, tulajdonképpen Németországban, az Amerikai Egyesült Államokban, illetve Kínában. Leginkább az életstílus, az értékek, a márkaérzékelés mentén vizsgáltuk az ő észleléseiket, viselkedésüket, illetve kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen a mobilitásuk ma, milyen lesz a jövőben, és hogy inkább lokálisan vagy pedig globálisan gondolkoznak és képzelik el a mobilitást. Hogy milyen eredményekre jutottunk? voltak hipotéziseink, és a legelső ezek közül az volt, hogy a generációnak mások az értékei, mint a mi generációnknak. Ezt ahogyan itt láthatják, sikerült megcáfolnunk. Akár mennyire is szeretnénk azt hinni, hogy ők egy teljesen más elvárásrendszerrel és értékrendszerrel rendelkező generáció, nem ez igazolódott a mi kutatásunkból. Meglepően elköteleződőek és anyagiasak, az eredmények alapján, amire jutottunk, például nagyon erősen a hagyományos családi orientációt követik, Német gyermekek úgy nyilatkoztak, hogy a feleségükkel, gyermekeikkel és a kutyájukkal szeretnének élni mondjuk egy olyan városban, ami közel van a szüleikhez, de az amerikai gyerekek is azt mondták, hogy nyugat életre törek, törekszenek feleséggel, gyermekekkel, tehát egy hagyományos családi orientációt látunk náluk. Megvan bennünk nagyon erősen a sikerre törekvés is, sztárügyvédek szeretnének lenni, illetőleg sikeresek, sok pénzt keresni. Viszont a konzervatív pénzfelhasználás is jellemző őket, főleg Németországban és az USA-ban is. A német gyermekek azt mondták, hogy ha nyernének a lotton, akkor a nagy részét félretennék és későbbre tartalékolnák. Az amerikai gyermekek azok viszont befektetnének és félretennének az iskolára, házvásárlásra, esküvőre. Azért az országok között jelentek meg különbségek a pénzfelhasználásra vonatkozóan. Ugye tisztában vagyunk azzal, hogy a 2008-as közösségi válság jelentősen felerősített bizonyos motivumokat, és ez például az amerikai Egyesült Államokban egy ilyen pénzcsináló mentalitás felerősödést eredményezett. Tehát itt az, hogy kifizetnék mondjuk a családi adósságot, és a többit pedig egy ilyen vállalkozásba fektetnék, ahol meg tudják sokszorozni azt, az volt a jellemző. Németországban inkább egy otthon teremtő és takarékos mentalitás jelent meg a gondolatokban, szívesen félretennék a pénzt arra, hogy később az életfontos dolgaira legyen miből kiadásokat biztosítani, illetőleg ami nagyon érdekes volt itt a kínai gyermekek vonatkozásában, hogy bár takarékos mentalitásúak, de azért megjelentek hedonista vonások is, ők amellett, hogy félretennék a pénzük nagy részét, cipőket és mondjuk világkörüli utazást finanszíroznának belőle. A következő kérdésünk az arra irányult, hogy hogyan ítéli meg a generáció a fenntarthatóságot. Ugye a fenntarthatóság ez fontos a számokra, de azért nem automatikusan jön. Bármennyire is azt gondoljuk, hogy ők már nagyon nyitottak a közös célok, a környezetvédelem, illetőleg az ehhez kapcsolódó elképzelések és mozgalmak iránt, és azt mondják például, hogy jobb helyé kell tennünk a világot, amint mint amilyennek találtuk, amikor ide érkeztünk, vagy pedig, hogy érdekli őket a globális felmelegedés és a méhek tömeges posztulása. Gyakorlatilag azért ők is ugyanúgy fiatalok, és végül mindig az itt és a most számít nekik, tehát inkább szerveznek egy partit, mint hogy túl sokat gondolkoznának a jövőjükről. Én azt gondolom, hogy ha őszinték akarunk lenni magunkról, akkor mikor mi is ennyi idősek voltunk, akkor mi is körülbelül úgy viselkedtünk, tehát nagyon szerettük azt mondani, hogy számunkra is mondjuk a környezet mennyire fontos, és hogy mennyire fontosnak tartjuk azt, hogy ne úgy éljünk, mint a szüleink, de aztán, amikor a tényleges tetteknek a mezejére kényszerültünk volna, akkor kicsit változtattunk ezen. Azt a következtetést vontuk le mindezekből az eredményekből, hogy az égeneráció hagyományosabb és konzervatívabb annál, mint feltételeztük. A második feltételezésünk az az volt, hogy ugye az égeneráció állandóan online, és hát ez majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen be is igazolódott. Saját magukat is úgy jellemzik, mint akik mindenre nyitottak, mint akik csak wifi-vel működnek, mint akik gyakorlatilag, ha nincsenek internet közelben, akkor úgy érzik, hogy mindennek vége van, és hogy mindig hálózatban vannak, mindig online -ak. Akár ezt a kis üzenetet is kiemelném, hogy adj egy hashtaget, és bármit megtalálok neked. Tehát tényleg annyira kötődnek a digitális kultúrához és a digitális elemekhez, hogyha valamit lehet keresni az interneten, és valamire ott választ lehet találni, az sokkal érdekesebb számukra talán, mint az, hogyha a kezükben nyomunk egy könyvet, és esetleg abban kell keresniük a választ vagy a megoldást. belezuhantak a digitális világba, nem tudják elképzelni, hogy okos telefon nélkül éljenek, gyakorlatilag a streamelés, az internet, a wifi, az okostelefon és a social media világa az, ami teljes egészében leköti őket. Állandóan onlineak, némelyiküknek Youtube csatornája van, nem tudnak meglenni az új technológia nélkül. Ugye állandó jelenség az, hogy látjuk, hogy folyton az okostelefonjukkal a kezükben járkálnak, és le sem tudják venni a tekintetüket erről az okostelefonképernyőről, folyamatosan babráják, nyomkodják, akkor is, hogyha semmiféle hangjelzés nem jön abban a vonatkozásban, hogy bármiféle üzenetük érkezett volna és hogy mindig kell, hogy valamit kommunikáljanak saját magukról, hogy képeket osszanak meg az instán, vagy éppenséggel kiírjanak valami új üzenetet azokról a dolgokról, amik velük történtek. Megszokták, hogy kiszolgálják őket egy intuitív, digitális világból azonnali reakciókkal. Amit saját bevallásuk szerint is problémának éreznek, hiszen tudják azt, hogy az új digitális technológiáknak köszönhetően mindent egyszerre és minden erőfeszítés nélkül kapnak meg. Nincs meg számukra az a fajta várakozás élmény, amit mi korábban azért megéltünk, hiszen mindent azonnal leszállítanak nekik. Elkényeztetik őket az intelligens technológiák és ezért gyakorlatilag ki is kérik maguknak azt, hogyha nem olyan színvonalú technológiai szolgáltatást kapnak, ami gyorsan működik. Tehát fontos számukra az, hogy azt kapják például akár a digitális oktatáson keresztül is, amit a saját technológiai környezetükben megszoknak. És hát ami egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, hogy a social média a Z generációnak ugye a központja, itt a legnagyobb a feltalálási valószínűségük, és itt is egy nagyon-nagyon gyors fejlődés van ebben a digitális világban, hiszen ahogyan láthatják, gyakorlatilag a Facebook az már egyáltalán nem menő az ő köreikben, tehát úgy gondolják, hogy a Facebookon maximum az Y vagy a X generációnak a tagjai, tehát a nagy nagyszüleik tartózkodnak, vagy a szüleik, tehát ők nem igazából aktívak itt, sokkal inkább előnyben részesítik mondjuk a Vecepet, a Snapchatet, az Instagramot, illetve más olyan fórumokat, amik mondjuk itt nálunk Európában annyira nem elterjedtek, viszont mondjuk Kínában igen, akár a Kukut, a Vicsetet, vagy a Weibo-t. Tehát azt a következtetést kellett levonnunk, hogy az z generáció és a digitális világ tökéletes interakcióban van, ami olyan szempontból könnyebbé teszi talán a helyzetünket, hogyha a velük kapcsolatos digitális gondolkodás késztet bennünket cselekvése, akkor nem kell gátakat áttörnünk, hiszen ők erre nyitottak, és ebben érzik magukat komfortosan. A harmadik feltételezésünk az az volt, hogy a z-generáció egy mennyiségi nyomás alatt áll. Ezt is sikerült igazolnunk a kutatásunk során. Ugye a mennyiségi nyomás alatt azt értjük, hogy tulajdonképpen számunkra minden a kattintásokról, a lájkolásokról és a követőkről szól. Nagyon erősen befolyásolja őket az, hogy egy-egy posztjuk alatt hány lájk jelenik meg, hányan követik be őket, és gyakorlatilag úgy érzik, hogy a saját szociális státuszuk is attól függ, hogy hány követőjük és hány lájkjuk van. Odáig jutottunk tulajdonképpen, hogy csak osztályozatokon keresztül határozzák meg magukat, illetve számokon, és nem karaktereken keresztül. Gyakorlatilag nem azért követnek valakit, mondjuk egy Insta oldalon, vagy bármelyik más social media felületen, mert a szimpatikus számukra, vagy mert az az illető valami olyan értéket képvisel, ami az ő életükben is meghatározó lehet, hanem gyakorlatilag azért, mert látják azt, hogy annak a személynek rengeteg követője van, és nagyon népszerű, tehát számukra ezért válik példaképé. Azt kell, hogy mondjuk tehát, hogy az e generációt erősen a számok vezérlik. Végkövetkeztetésként azt kell, hogy mondjam, hogy az égeneráció e más, és mégis hasonló hozzánk. Az alapigényeik, a biztonság, a rendszer, a jólét tulajdonképpen olyan alapértékek, amelyek valamennyire a mi alapigényeinknek is megfeleltethetőek, illetve hasonlóságukban konzervatívak, anyagiasak, márkaközpontúak és céltudatosak, de ami rólunk nem mondható el, az az, hogy digitális benszülöttek, befüggők, nagyon magabiztosak és nagyon követelőzők. következő téma, amiről még szeretnék önöknek a kutatáson túl beszélni, az az, hogy az égeneráció e hogyan jelenik meg a munkahelyen. Számunkra egy nagyon nagy tapasztalati tanulás volt az, hogy hogyan kell megváltoztatnunk például a klasszikus HR marketing kommunikációs csatornákat, és hogy azok, amelyeket addig használtunk, azoknak hogyan veszett el tulajdonképpen a hatása és az értéke a világban. Ezt azért is tartom fontosnak kihangsúlyozni egyébként, mert bizonyára önök is sokszor szembesülnek azzal, hogy most már nem a gyermekek jelentkeznek esetleg egy-egy képzése, hanem szinte a képző képzőhelyek kell, meg a képzőintézményeknek kell kampányt indítani annak érdekében, hogy népszerűvé tegyék az oktatásukat, és hogy oda vonzák azokat a fiatalokat, akikkel mondjuk együtt fognak dolgozni, akiket meg fognak tanítani egy szép feladatra, egy szakmára. Ugye a klasszikus időszakban mi is hirdettünk a gyárkapu mellé kirakott táblákon, amire föl voltak írva a munkakörök, plakátoltunk, újsághirdetéseket adtunk fel, aztán rá kellett jönnünk arra, hogy ezzel nem érjük el azt a közösséget, akivel mi együtt szeretnénk dolgozni. Ezért gyakorlatilag átalakítottuk a teljes HR marketing kommunikációnkat, és egy globális és digitális hálózatba kapcsolt rendszert alakítottunk ki. Most már mi is jelen vagyunk szinte az összes social media felületen olyan munkatársakat alkalmazunk, akiknek az a feladata, hogy tartalmakat generáljanak azokról a tevékenységekről, amelyeket a vállalatcsoport végez, és hogy ezzel is felhívjuk a figyelmünket a figyelmet a fiataloknál arra, hogy gyakorlatilag mi az, amit megtalálhatnak nálunk, illetőleg, hogy hogyan. Jöhetnek hozzánk dolgozni, vagy hogy mit fognak csinálni nálunk, hogyha azt a döntést hozzák, hogy jelentkeznek a vállalatunkhoz. Ugye itt láthatják azt, hogy a fiatalokat, mivel hogy nagyon fontos számukra az is, hogy a társkonformitás megjelenjen, mindig a saját korosztályukkal szólítjuk meg. Régen, amikor például volt egy toborzási rendezvény, akkor elég volt, hogyha elment valamelyik HRS, és kiállt, és elmondta, hogy mit kínál a cég, és mit lehet ott csinálni és mindenki szeretett volna jelentkezni a vállalathoz egyből. Most, hogyha ugyanezt megpróbáljuk, akkor még csak érdeklődő kérdés sem kapunk. Sokkal praktikusabb a saját korosztályukból kiválasztott esetleg szakképzésben résztvevő fiatalt magunkkal vinni, mert hozzá oda fognak menni, és tőle meg fogják kérdezni azt, hogy mit lehet itt csinálni, vagy miért érdemes idejönni, még velünk alig akarnak szóba állni, sajnos. A klasszikus elvárások és az új igények közötti különbségeket igyekszem ezek az oldalon megmutatni önöknek. Ugye régen az volt, amit a nagyon nagy cégek is követtek, hogy klasszikus értelmezésben próbáltuk megkeresni a munkatársainkat, azért valahol mi még mindig ez szerint megyünk. Például, amikor egy mérnöknek a kiválasztása zajlik, akkor a végzettség az egy beszálló szint, egy alapelvárás. Gyakorlatilag a pályázók jelentkeznek a cégekhez, és a jelentkezők kiválasztását azt online álláshirdetések útján tesszük meg, gondos kiválasztási folyamattal, és nagyon fontos számunkra az, hogy pontosan megfeleljenek arra a feladatra, amit mi számukra előírtunk. És hát gyakorlatilag a sikert azt a munkakör értékelése és a felelősség szintjével fogja meghatározni a vállalat számára és a jelentkező számára is. A mi munkatársaink, akik ezekben a pozíciókban dolgoznak, gyakorlatilag a döntéshozatali folyamatokban hierarchikus, hierarchikus szintekhez vannak hozzászokva. Fontos számunkra a munka és magánélet egyensúlya, és az idő kompenzálása is, és a munkaidőt is egyértelműen, meghatározottan képzelik el. Ugyanakkor elkötelezettségük fejében arra számíthatunk, hogy ők hosszú távon nálunk maradnak. Azok a cégek, akik kicsit modernebb és kicsit újítóbb szemlélettel vannak a piacon, és főleg mondjuk olyan social média felületeket üzemeltetnek, mint akár a Alphabet vagy a Facebook, egy teljesen más célcsoportot céloznak meg. Tehát itt a Vállalatok versengenek például a jelöltekért, és nem ritka az, hogy az alkalmazottak csak egy olyan bizonyos ideig ajánlják fel a tudásukat, ami akár csak egy hónap vagy egy év, de nem jellemző az, hogy hosszú ideig ott maradnának ezeknek a vállalatoknak a kötelékében. A generáció értékei tehát kicsit mások, mint a mi generációnké, de valahol nagyon hasonlóak. A z generáció, mint célcsoport számunkra tényleg azért fontos, hogy a tehetségek igényeit ki tudjuk szolgálni globálisan, és ez rendkívül erősítesz bennünket, mint munkáltatói márkát. Ugye, hogyha megnézik azt, hogy mennyire vagyunk népszerűek, akár a fiatalabb, akár az idősebbek körében, akkor látni fogják azt, hogy hogy elég jó helyen állunk. Én úgy gondolom, hogy ebben a sikertörténetben az is szerepet játszik, hogy ennyit foglalkozunk ezzel a témával, és tényleg csak nem megérzésekre alapozva próbáljuk ezt az egész területet menedzselni, hanem kutatási eredményekre is. És nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.